Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm nézőinket! Önök az Életforrást, a Szombathelyi Egyházmegye műsorát látják. Nézzük, mivel várjuk Önöket a következő fél órában. Szent Margitra emlékeztek Kőszegen. A domonkos nővérek által működtetett iskolában egész napos ünnepséget szerveztek. Sok játékkal, vetélkedővel. Színdarabot is bemutattak a diákok. Az egyházmegye számos településén imádkoztak közösen a keresztény felekezetek, tettek tanúságot, hogy Krisztusban egyek vagyunk. A farsangi időszakban járunk, egymást érik a vidámulatságok. Pákán egyházközségi bált tartottak. Színvonalas műsorokon szórakozhattak a résztvevők, hajnalig tartott a mulatság. Rövid híreinkben beszámolunk az egyházmegyei levéltár örökségpedagógiai programjáról, Doni hősökről való megemlékezésről. Árpádházi Szent Margit az egyetlen magyar domonkos szent. Kőszegen iskola viseli a nevét. Halálának évfordulóján emléknapot, megemlékezést tartottak az intézményben. Margit negyedik Béla lánya volt, és Istennek ajánlották föl, és beadták egy kolostorba a domonkos nővérekhez. Ott nevelkedett, nagyon alázatos volt, és éjjelenként is a hidegkövön imádkozott. Nagyon fiatalon, 31 éves korában halt meg. Számunkra a domonkos nővérek, magyar domonkos nővérek számára azért fontos, mert tudtommal Szent Margit az egyetlen magyar szentélyavatott domonkos szerzetes nővér. Igaz, hogy ő szemlélők, tehát az ő idejében a lányoknak, nőknek nem volt még más lehetőségük, csak szemlélődő életet élni, a csak az most erősen idézőjelben van. A mi időnkben pedig van lehetőség arra, hogy apostolkodó életformát is válasszunk, de nyilván a rend, tehát amihez tartozunk, vagy amiben beletartozunk, az ugyanaz. Tehát ő is Szent Domonkost követte, mi is Szent Domonkost követjük. És hát ezért választottuk, vagy gondolom, hogy ezért választották az alapító anyáink már védőszent, tehát a kongregációnak a védőszentjéül. Az ünnepe január 18-a, és hogy miért ünnepeljük meg a védőszent, azt gondolom, hogy így önmagában elég, de egyébként meg pedagógusként nagyon fontosnak tartom azt, hogy az életünkben az közösség, tehát az iskolának, a óvodának a közössége életében legyenek jeles napok, ünnepnapok, amelyek mások, mint a hétköznapok. És hát mi lenne az, hogyha nem pont a védőszentünknek az ünnepe? Misével kezdjük, azután visszajövünk, megnézzük a ünnepi műsort, és azután meg ilyen vetélkedők vannak. Melyik részét élvezed ezeknek az ünnepi programoknak igazán? Melyiken jó részt venni? A vetélkedőkön. Mert hogy? Mert hogy kipróbáljuk a tudásunkat, meg versenyezhetünk másokkal. Szeressük Istent, vessük meg magunkat, és másokat ne gyűlöljünk. Átlag keresztény ember szempontjából Margit olyan értelemben lehet fontos, mint egy olyan ember, aki a saját hivatásához a végsőkig ragaszkodik. Ez olyan konvencionálisan hangzik, de amihez ő ragaszkodott, az valami olyan volt, egy valami újnak a felfedezése, és hogy mert ő erre az útra rálépni. Ugye engem nagyon meglep mindig az ő életét olvasva, meg a róla szóló tanulmányokat olvasva, hogy az ő életében Magyarországon valami olyan újdonság került el, ami senki másnak az életében addig nem volt, egy olyan újfajta lelkiség, egy újfajta kapcsolat az Istennel, amiben ő az első, és hogy ő egyszer mert erre az útra rálépni, és mert ezen az úton végig menni, akkor is, amikor mondjuk a környezet ezt nem értette meg. És azt gondolom, hogy ez a mindenki számára ennek van ma is egy jelentése, hogy azt a jót, vagy azt az utat, amit a saját magunk számára fölismertünk, vagy amerre az Isten szeretne minket hívni, hogy arra rálépni és azon végig menni. Az iskola életében Árpádházi Szent Margit ünnepe egy kimagasló ünnep, hiszen az egész intézménynek, az iskolának védőszentje, illetve a domonkos renden belül természetesen ez a rend számára is egy különleges nap.
Éppen ezért, mint az egyházmegye püspöke, és a mi egyházmegyünk területén működik ez az intézmény, hál' Istennek itt vannak a domonkos nővérek, ez számomra is ünnep, hiszen velük közösen ünnepelni számomra is örömöt jelent. Amit még ehhez szívesen hozzátennék, hogy minden esztendőben ezek a gyerekek megajándékoznak egy olyan élménnyel, amiben ritkán van az embernek része. Most is láthattuk ezt a színdarabot, mindig valami újdonság, ötletesség megjelenik benne, tehát ha még esetleg a Szent Margit életének ugyanazon részletei lennének is, de nem így van, de ugyanazon részletei is lennének kiemelve, akkor is örömet és élményt jelentene számomra. Ezen a napon a ti osztályotok milyen szerepet vállalt az elmúlt években, akár a műsor összeállításában és elkészítésében, akár esetleg későbbi programok megszervezésében? Hát a mi osztályunk tavaly adta elő a műsort, már mindig a 6. évfolyam szokta előadni. Te abban milyen szerepet vállaltál, és hát mekkora sikere volt az előadásnak? Hát én egy domonkos rendi nővér voltam, és elég nagy sikere volt az előadásnak. Nagyon szeretek ide járni, nagyon jó az osztályközösség, nagyon sokat nevetünk, és jó barátok vagyunk. A tavalyi műsort pont mi adtuk, és egy családról szólt, akiknek a nagymamája hasonlóképpen élt, mint Szent Margit. Jó egyébként így közösségben ilyen sok mindent csinálni, amit az iskolában lehet? Igen, nagyon jó, mert így sok barátot szerezhetünk, meg a többiekkel is több időt töltünk. A Szent Margit ünnepségre visszatérve és a Szent Margit napra, amellett, hogy vannak ünnepi műsorok, milyen programok vannak még, amiket ez erre a napra vagy készít az iskola, vagy egyébként kicsit kötetlenebbül lehet végig csinálni a napot? Van egy történelemverseny, és a tanórák nincsenek megtartva. Ha nem helyettük, mi van? Osztályfőnök jóra, amin beszélgetünk és játszunk. Mintaképnek tekintem Szent Margit életét, mert egy alázatos lány volt, és igazából jó volt így elmesélni az ő életét. A Szent Margit ünnepségeknek milyen a hangulata? Hát nagyon vidám és laza helyzetek vannak, nincsenek ilyen erősebb, kötöttebb órák. Általában osztályfőnökünk van, amin beszélgetünk. A nem hívők részéről van egyfajta előítélet, vagy egyfajta olyan elgondolás az egyházi intézményekről, hogy ott mindig imádkoznak, mindig mogorvák, mindig magukba fordulók ellenkezőleg. Azt gondolom éppen azért, mert gyakran imádkozunk, gyakran boldogok is vagyunk, és ez az öröm gyerekek között is még könnyebben terjed, és azt gondolom, hogy azok a családok, akik a nővérekre bízzák gyermekeiket, otthon is megtapasztalják azt, hogy azért egy másfajta közeg az, amit az egyházi iskolában biztosítani tudunk a gyermekek számára. 2014. szeptemberétől 4 évfolyamos gimnáziumot szeretnénk indítani. Most érezzük azt, hogy annyira erős az intézmény, meg van egy picit ilyen fajta kívánalom is a saját gyerekeink közül, hogy de jó lenne még itt folytatni. Mi meg szeretnénk itt teljesíteni, hogy akkor óvodával kezdődően és középiskolával befejezőleg tudjunk foglalkozni a gyerekekkel. Kedves nézőink, rövid híreink következnek. Nézzük, mi történt még az egyházmegyében januárban. Szent Margit ünnepséget tartottak Szombathelyen. A Szent Márton templomban 1642 óta ünneplik január 18-án Margit halálának évfordulóját tridummal, háromnapos ájtatossággal. Január 18-án a cserkészek mutattak be misztérium játékot, majd este 6 órától Veres András celebrált szentmisét. Sikeres uniós pályázatnak köszönhetően folytatódik az Egyházmegyei Levéltár örökségpedagógiai programja. 6 iskola vesz részt a programban. Számukra versenyeket, témanapokat szerveznek. Az Egyházmegye történeti atlasza is elkészül. 24 oldalas kiadvány lesz benne, 12 színes térképpel. Hogy ez miért fontos? Azért fontos, mert a 19. század elején elkészült Kenedics-féle térkép, és a 70-es években kiadott, a Kovács püspök által kiadott egyházmegye térkép között egy óriási hiátus van. A program részeként újabb 12 nemes másolatot is készítenek, többek között az egyházmegye alapítása az 1777-es időszak dokumentumairól.
Az 1943. január 12-én megindult Doni áttörés évfordulóján megemlékezést tartottak a Martineum Felnőtt Képző Akadémia udvarán. A város és a megye vezetői általános iskolás diákok mellett a 71 évvel ezelőtti harcokban részt vett vasi katonák is megjelentek a megemlékezésen. Kazári József idézte fel emlékeit, aki a 3. szombathelyi hadtest kötelékében szolgált híradósként. -30, -35 fokos hidegben harcoltak. Az oroszok bekerítették őket, de sikerült kitörniük. Több napos menetelés után érkeztek biztonságos helyre, ám közben sok bajtársát elveszítette. Láttuk, hogy az oroszok mi annyi tankkal, ágyukkal, minden meg gyalogság vonul haza, hátrafelé, nyugatra. Mi meg ott belettünk kerítve. Úgyhogy minden nap támadtak bennünket. A Doni katonák emlékére szent misét is tartottak. Ugyancsak a Doni hősökre emlékeztek emléktúrával január végén. Balogunyomból indult és a Szombathelyen fejeződött be a 14. Doni hősök emléktúra. A résztvevő magyar, német és olasz katonák közel 50 kilométert masíroztak rendkívül mostaha időjárási körülmények között, hogy ezzel is emléket állítsanak a II. Világháborúban elesett honfitársaiknak. Az emléktúra Székesegyházban zárult, ahol Töll László ezredes, a fővédnök Hende Csaba honvédelmi miniszter megbízásából fogadta a menet résztvevőit, majd emlékplakettet adott át 9 ma is élő Doni hősnek, illetve családtagjaiknak. A rendezvény végén Veres András megyés püspök celebrált szent misét. Aki hisz Jézus Krisztusban, és aki találkozott vele, egészen biztosan másképpen látja a világot, másképpen látja embertársait, de még önmagát is. A hitben megváltoznak emberi kapcsolataink. Ökumenikus imahetet tartottak a keresztények egységéért január közepén. Nicken együtt imádkoztak a Répce mentén élő keresztény felekezetek hívei. Január 23-án Nicken a Szent Anna templomban gyűltek össze közös imádságra, együttlétre a Répce mentén élő keresztény felekezetek tagjai. Az ökumenét, az összetartozást, a keresztények egységét ünnepelték. Három településnek a lakossága vegyes vallású, és akkor természetes számukra az ökumené. Már évszázadok óta együtt élnek a különböző felekezetek tagjai, és mindent közösen végeznek. Ez az összetartozás már megvan az ő lelkületükben. És az külön öröm, hogy tudunk együtt imádkozni, és feladatokat fogalmazunk meg, hogy például a két egyházközség hogyan találkozzon, hogyan dolgozza ki a pasztorális programját, miben tudják segíteni egymást, miben tudnak egymástól tanulni. Közösen vagyunk az iskolában, hittanórákon. Feladatunk az, hogy hogyan tudjuk közösen Krisztus üzenetét megérteni, hogyan tudjuk Krisztust megszerettetni az emberekkel, vagy az egyháztól távol lévőkkel. Az a meggyőződésem, hogyha negatívan akarom megfogalmazni, hogy ha nem tesszük ezt, akkor hiteltelenné válunk. Tehát azok számára, akik Jézusban nem hisznek, nem ismerik őt, hiteltelen minden egyes szó elcsépelté válik, minden, amit róla mondunk, hogyha azok, akik magukról azt mondják, hogy keresztények, bármilyen felekezethez tartoznak, és nem tudnak összetartani. A pozitívan akkor pedig az, hogy legalábbis számomra, de azt gondolom, akik itt élnek ezen a vidéken, hihetetlen erőforrás ez a hét. Január elén amúgy sincs semmilyen társadalmi vagy egyházi esemény különösebben, és ez egy hatalmas erőforrás, sokak számára hatalmas örömet jelent, és valóban egymás felé is kifejezzük a szeretetünket, és Istent magasztaljuk, dicsőítjük. Csánigon az egyik legkisebb településünkön, Bőjtben már közös hájtatókat tartunk, de közös táboraink vannak. Az elmúlt évben közösen vettünk részt egy zarándokúton, sőt Svédországban is az ottani magyarokat, amikor meglátogattuk, akkor ökumenikus lelkülettel voltunk. Tehát ez nem pusztán erre a hétre szóló alkalom, hanem ez egy alapkő, amire az elmúlt években már építkeztünk. Az ökumené jó úton halad, hiszen jó barátai vagyunk egymásnak, és sok közös feladatunk, sok közös alkalmunk van, és
az egész országra jellemző kihívás, hogy az elsődleges célunk az az legyen Krisztusról való tanúságtétel. Ne a saját felekezetek kerüljenek előtérbe, ne arról legyen szó, hogy mit tanultanak az evangélikusok, vagy hogy melyik felekezet van előrébb, hanem a lényeges az, hogy vajon Krisztus üzenetét megértjük-e, befogadjuk-e, aszerint élünk-e, krisztusi emberek vagyunk-e. Tanulunk egymástól, merítünk egymás hitéből, így eltűnnek a gyanakvások, bizalom ébred a másik felekezetben élő iránt. Hogyan vállal szolgálatot az ökumenikus ima héten? Zenélünk, én személy szerint a basszusgitárt kezelem, de nagyon profi zenészek vannak közöttünk. Örömmel jövünk össze erre a hétre, valóban itt a Krisztus követés a cél, bár ez csak tulajdonképpen egy kántori szolgálat, ugye az énekeket kísérjük, de hiszük, hogy nem hiába való a munkánk az Úrban, hiszük, hogy Jézus jelen van, örülünk, ha minél többen jönnek, ez egy közelebbi cél, hogy ez megérintsen sokakat, a távolabbi cél pedig az, hogy aki elmozdult így lelkileg Krisztus felé, az végül megtérjen, örök élete legyen, és Krisztussal élje az életét. Mi a Világegyháznál hosszabb imalkalmat tartunk, nem is 8-adot, nem ima hetet, hanem ima 9-edet, mivel a Répcelaki Szent István plébánia területén 9 templom van, ezért egy templomot se akartunk kihagyni, és egy nappal korábban kezdtük mi már szombaton, és minden templomba összegyűltünk. Minden évben igyekszünk a liturgikus füzet imádságait és gondolatmenetét követni. Az idei évben a kanadai keresztények állították össze az Isten tisztelt liturgiáját. Szerepel az elején az, hogy a 4 égtáj felé fordulunk, és elmondjuk azt, hogy mit köszönhetünk arról az égtájról Isten ajándékaként, és minden nap az ígért hirdető lelkész az ajándékot hoz a közösségnek, amelyet templomról templomra tovább viszünk, és mindig gyarapszik. Többnyire olyan ajándékokat, jelképes tárgyakat hozunk, amelyik kifejezi egy-egy egyháznak a sajátosságát. Akik még nem hisznek, azok felé szolgálatunk van, és a szolgálatunk azok felé, akik még nem hisznek, azon az alapon, azon a talapzaton áll, hogy Jézusról tőlünk kell, hogy halljanak. A tematika az, hogy közösségben vagyunk együtt, közösségre vagyunk elhívva, közösségben Istennel, közösségben egymással, és közösségben azokkal, akik még nem hisznek Jézusban. Erre a 3 pontra fogom felépíteni a prédikációt, mit jelent az, hogy az ember Istennel közösségbe kerül, mit jelent az, hogy egymással közösségben vagyunk, és hogy milyen felelősségünk és kötelezettségünk van azok számára, akik még nem hisznek Jézusban. Az év elején minden településen tartanak farsangi mulatságokat. Pákán sem volt ez másképp. Hajnalig mulattak a résztvevők. Fiatal néptáncosok is köszöntötték a pákai egyházközségi bál résztvevőit. A gyerekek bemutatója után a vendéglátók igazi mulatós báli hangulatot varázsoltak a színpadra. Nem maradtak kisebb sikert a következő fellépők sem. A Citera zenekar Letenyéről érkezett, hogy a báli közönséget egészen egyéni feldolgozásaival szórakoztassa.
1991-ben alakult a társaság, nemrég voltunk 20 évesek, próbálkozunk a zene területén több mindennel, persze elsősorban a népzenével, de amellett elmerészkedünk más vizekre is. Ugye a könnyű zenétől kezdve a klasszikus zenei átiratokon keresztül, filmslágerek mindenfélével, ami egy kicsit közelebb hozhatja a hangszert az emberekhez. A Báli műsorban Kis László is szerepet vállalt. A település plébánosa ugyanis azt vallja, a hívekkel minden pillanatban, s nem csak az imádság idején vállal közösséget szívesen. Hát én Farsangon, vidámság a bálok ideje, és az egyházközség is egy élő közösség, akik nem csak a templomba találkoznak, vannak együtt, hanem a hétköznapi életben is, és az ünnepeken is. És a mulatság, a bál ugyanúgy hozzátartozik az ember élethez, mint az imádság, a szentmise, a szentségek. A pap is ember, jó értelemben ember. És én hiszem azt, hogy kell, hogyha lássák a papot így is. Tehát, és azt hiszem, hogy ebben is egy kicsit ember közelebb tud kerülni azokhoz, akikhez tartozik. Mert ha együtt tudunk imádkozni, akkor tudjunk együtt mulatni is. Mulatozni is. Jöjjön Jézus, légy vendégünk, áld meg a mulatát nélkünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A Pákai Egyházközségi Bált 7. alkalommal rendezték meg. A felhőtlen szórakozás mellett azonban más célja is van az összejöveteleknek. Itt a környékbeli filiából összejönnek az emberek, jól érzik magukat, és egy olyan ügyért dolgoznak, olyan ügyért csinálunk bált, hogy mindig megosztva különböző településeken, ami annyira rászorul, akár templom, akár valamilyen közösségi szobor vagy épületet felújítani, és ezekhez a bálon keresztül szerzünk pénzt, adományokat, és így tudjuk felújítani az egyházhoz tartozó épületeket. Minden évben megvan egy-egy településnek, hogy hova most például a Pákai templom udvarban van egy Szent Háromság szobor, ami már nagyon rossz állapotban volt, és most ahhoz szeretnénk pénzt összegyűjteni. A tavalyi egyházközségi bálon több mint 1 millió forint volt a bevétel, ebből sikerült a Kisszigeti imaházat felújítani. A szervezők bíztak abban, hogy céljaikra ezen a bálon is összegyűlik a pénz, így ugyanis akár már nyáron megkezdődhet a Pákai templomkertben álló Szent Háromság szobor és a hozzávezető lépcső restaurálása. Kedves nézőink, tekintsük át, milyen programok várnak Önökre februárban. Február 8-án áldja meg Veres András megyés püspök a felújított hegyfalui plébánia épületet. Ugyanezen a napon óvodás bált tartanak a Martineumban. Február 10-én kezdődik a házasság hete rendezvénysorozat. A Szent Márton templomban február 10-én szentségimádást tartanak, február 11-én tanúságtétel, február 14-én pedig művészeti előadás szól a szerelemről, házasságról. Február 10-én egyházmegyei papi lelkinapot tartanak a Martineumban. Február 13-án este 6 órától fatimai engesztelő estet tartanak Zalaegerszegen. Ugyanezen a napon, este 6:30-tól Horváth Árpád tart előadást a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szervezésében, Hogyan kommunikálunk címmel a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. Szintén február 13-án, este 3:45-tól szentségimádást tartanak papokért és papi hivatásokért Szombathelyen a Székesegyházban. Február 14-én a Mindszenti Iskola szalagavató bálját tartják Zalaegerszegen. Február 15-én délelőtt 9:30-tól tematikus lelkinapot tartanak a Martineumban. Ugyanezen a napon 24 órás szentségimádást tartanak a Jézus Szíve templomban Szombathelyen. Február 19-én délután 5 órától iskola előkészítő foglalkozást tartanak a Brenner János általános iskolában.
február 28-án este 6 órától engesztelő estet tartanak Csehi Mindszenten. Önök az Életforrást, a Szombathelyi Egyházmegye műsorát látták. Képes és írásos beszámolóinkat megtalálják az Egyházmegye honlapján és a Martinus újságban. Újabb adással márciusban találkozhatnak. Viszontlátásra! Dicsértessék a Jézus Krisztus!